12 éve alakultak Palacskó József kezdeményezésére. A lelkes csapat hamar összeverbuválódott, és egy kiváló kórus jött létre, amelynek tagjai bármikor gyarapodhatnak. Fontos céljuk a kevésbé ismert, többnyire a könyvtárakban található gyűjtésekben lévő dalok közreadása. De hallgassunk meg most egy vallomást a csoportból, Sebőkné Schmidt Elvira 8 éve énekel ebben a kórusban. A régi munkahelyemen is volt, csak az Berkesden van, és ott is volt egy ilyen nóta kórus, de hát én akkor nem tudtam járni, és mindig szerettem volna, hogy valami népdalt énekeljek, mert az nagyon a szívem húz. És akkor találkoztam egy régi, nagyon régi kolléganővel, és akkor az mondta, hogy hát nem jössz énekelni? Hát mondom, ha népdalt, akkor szívesen megyek, és akkor így kerültem ide. És hát ez, azért mondom, körülbelül 8 éve van, és nagyon szeretek ide járni, mert jó kis társaság van, hát mondjuk úgy állít, hogy általában a saját korombeliek, és úgy jól el vagyunk. Volt már, hogy kirándultunk is, vagy tehát ilyen közösen is összejöttünk, többször szerepeltünk. Életük érdekes pillanatait, epizódjait bemutató népdalcsokrok összeállítása, megtanulása is szerepel talos palettájukon. Eleinte csak népdal volt. Tehát magyar népdalokat énekeltünk, és akkor egy kicsit kibővült, hogy akkor már ilyen külföldi, lengyel, meg a skót, meg ilyen népdalokat is énekeltünk. Úgyhogy most már úgy vegyes, meg akkor már latinul is, meg ilyen zsidóéneket nagyon szerettük énekelni. Az direkt ilyen felkérésre tanultuk meg a Havana Gilát. És de most mondom, hogy lengyel népdal is van, az, amit nagyon szeretünk, a Kakukk Marcit, és hát jó itt lenni, közösségben vagyunk, utána is elbeszélgetünk, mikor volt ez a pandémia, és azért volt, hogy összejöttünk a maszkba is, és hát egy kicsit elbeszélgettünk, hogy mi van. Azt remélem, kis Jézus meglátom, gyere pajtás, induljunk el, legyél te is társunk, délünk van a jó kurulyás, a régi pajtásunk. A közös éneklés öröme sokat ad neki. Mintegy 20-an vannak, de most sokan nem jöttek el betegség vagy egyéb elfoglaltság miatt. Akik itt vannak, azok viszont kiválóan teljesítenek. Általános iskolás korom óta jártam szolfésra, meg zongorázni, de hát mondjuk a zongorázni nem szeretem annyira, de a kottát legalább, a kottát jól megtanultam, és hát nem jelent problémát szolmizálni, vagy tehát megtanulni egy új dalt is. Mert hát van egy, régieknek is volt egy elég nagy repertoárja, de állandóan jönnek újak. Mindig fölfrissül, és akkor hát persze nyilvánvaló, hogy kell olyan, aki azért kottát is tud olvasni, és közben kicsit segít, hogyha kicsit lejön. De azért mindenki, aki nem is tanult kottát olvasni, az is azért hamar megtanulja az énekeket, és nagyon szívesen. Sokszor kánonba, most nagyon kevesen vagyunk, meg minden most nem sikerült azért úgy kánon éneklés, de két szólamba is szoktuk sokat, csak hát most itt például altból is csak ketten vannak, hát nem, mint a szoprán sok lenne, és hát most nem tudtunk így fölkészülni így erre, hogy na most tényleg két szólamba meg kánonba énekeljünk. De egy különben nagyon szépen megy. Egy másik dalkörös hölgy, Srek Istvánné is megnyílik nekünk. Ő kezdetektől fogva tagja az énekkarnak. 12 éve lelkes énekesként vesz részt az énekvarázs próbáin, szereplésein. A Palacskó Józsit régóta ismertem, és egyszer összetalálkoztunk a városban, és mondta, hogy indít egy ilyen társaságot, szeretne összehozni. Na most én nem voltam egy nagyon énekes, gyerekkoromban voltam énekkaros, de azután olyan nagyon nem énekeltem, addig, amíg a gyerekeim meg nem születtek, mert a gyerekeimnél is, meg az unokáimnál is az esti altatás az mindig népdaléneklés volt. Tehát megvolt a különböző helyzetekre, mondjuk ha anya helyett kellett valami, tudtam, hogy melyik népdallal tudom anyát pótolni, vagy ehhez hasonlók. Tehát igen, mondta a fiam ugyan időnként, hogy anya azért szép a hangod, de nem olyan szép, mint amilyen mondjuk az énektanárnénié volt, de hát nem biztos, hogy erről szólt, most meg már, ahogy a korunk megy,
egyre előbbre, a hangunk egyre mélyül, vagy én legalábbis nehezebben tudom, de szívesen jövök. Változó a felkérések száma, korábban többször volt alkalmuk idősek otthonában műsort adni, ilyenkor ajándékot is vittek az ott lakó időseknek. A járvány miatt azonban most már kevesebb az ilyen alkalom. Az éneklés, azon kívül, hogy sok örömet okoz, én úgy gondolom, hogy itt a társaságban is van egy jó hangulatot, talán a heti mindenféle dolgokat lerakjuk, néha úgy viselkedünk, mint az óvisok, sokat nevetgélünk, de gyakorlatilag azért, amikor szereplésre megyünk, akkor arra igyekszünk nagyon alaposan felkészülni, és legalábbis úgy állni oda, hogy azért ne legyünk szégyenben. Az előadások vállalásának célja a közönség éneklésbe történő bevonása, népdalkincsünk terjesztése. Ehhez a dalos kedvű társasághoz bárki bármikor csatlakozhat. Pécsen a civil közösségek házában keddenként találkoznak. Jelenleg az adventre készülnek, az ünneppel kapcsolatos dalokat próbálnak. Voltak évek, amikor az Ördökatlan Fesztiválon is szerepeltünk, tehát elég sok ilyen dolog volt az utóbbi időben, hát azért ez az elmúlt másfél-két év, ez azért nagyon sok mindent fölborított meg, szétzilált, tehát nyilván egyrészt kevesebben lettünk, ahogy már elhangzott, és hát gyakorlatilag nem is mindig van lehetőség arra, hogy valahova menjünk. Voltunk iskolába, csináltunk, ja igen, a Néprajzi Múzeumban is voltak évek, amikor az adventi műsorban rendszeresen ott voltunk és énekeltünk karácsonyi dalokat. Általában szoktunk karácsonyt csinálni, tehát ilyen karácsonyi műsort. Aztán nem tudom én, hát amikor évfordulónk van, akkor arra általában valamit. Korábban voltak itt mondjuk a spanyol társaság, vagy más egyéb, akik kimondottan kérték, hogy miket hozzunk nekik itt, miket énekeljünk, és mivel színesítsük az ő programjukat. Remélik, lesz rá lehetőség, hogy elő is adják azokat.